szülinapra jöttünk és gyűltünk össze. Jamie Lee Curtis magyar származású amerikai színésznőt születésnapja alkalmából köszöntötték fel Máté Szalkán. A kétszeres Golden Globe díjas színésznő nagyszülei a szatmári városból emigráltak Amerikába még az 1900-as évek elején. A színésznő édesapja, a legendás Tony Curtis már New Yorkban született. A magyarságára büszke Jamie Lee Curtis tavaly nyáron személyesen is ellátogatott Máté Szalkára. Tavaly júniusban volt itt, június 6-án, ha jól emlékszem, tartjuk a kapcsolatot folyamatosan, hiszen várjuk, hogy 2023 elején ismét jöjjön Magyarországra egy filmforgatásra, akkor majd meglátjuk, hogy az idejében mi fér bele, és hogy tudjuk összehozni Máté Szalkát megint, de fantasztikus dolgok jönnek majd elő, hiszen egy filmet szeretnénk forgatni Tony Curtisről, amelyhez őt is szeretnénk megnyerni, mint szereplő, és hát ugye ne felejtsük el azt az alapítványi kérdést sem, ami ugye itt Máté Szalkán napi ügy lehet majd, hiszen amikor itt volt Jamie Lee Curtis, akkor ő felajánlott, hogy arca lenne a Máté Szalkai zsinagóga felújításának, és erre egy alapítvány létre is jött már. A Máté Szalkai önkormányzat még tavaly jóvá hagyta az alapítvány létrehozását. Idén év elején pedig 5 fővel megalakult a szervezet, amelynek 5 millió forintos alaptőkéjét az önkormányzat biztosította. Céljuk, hogy a Máté Szalkai zsinagógát és annak környékét felújítsák. Az elmúlt hónapok eredményeiről a kuratórium elnöke számolt be a közönségnek, aki elmondta, az épületről értékleltár készült, a rekonstrukció menete és annak költségei pedig már megbecsülhetők. Az alapítvány a pénzgyűjtés mellett pályázati segítséget is igénybe fog venni, ami ügyintézése szintén folyamatban van, és azt gondoljuk, reméljük, hogy jövő évben egyébként is itt lesz Jamie Lee Curtis is ellátogat ide, és személyesen is tudunk erről beszélni, egyébként online tartjuk majd vele a kapcsolatot. Készült egy kisfilm a zsinagógáról is, egy népszerűsítő kisfilm, ami azt a célt szolgálja, hogy a támogatók, akik akár a filmiparban, akár itt Máté Szalka környékén működnek, cégek, vállalatok, támogassák ezt a kezdeményezést, azért, hogy a Máté Szalkai zsinagóga és annak környéke megújuljon, impozáns legyen, és a régi enteriőt visszaadja. A Máté Szalkai zsinagógáért alapítvány munkáját Jamie Lee Curtis is segíti, aki az adományok gyűjtésében ajánlotta fel támogatását.